Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast legújabb adása, amelynek vendége Marci, aki 14 évvel ezelőtt egy szezonra érkezett az Egyesült Királyságba, hogy a diploma után a barátaival bulizzon és nyelvet tanuljon. Sosem gondolta, hogy letelepszik a Szigetországban, aztán beütött a szerelem egy lengyel lány személyében, és tovább tologatták a költözést egészen addig, amíg megszülettek a gyerekek, akiknek viszont stabil háttér kell, így maradtak. A halogatás tehát 14 éve tart, de most már elhatározásra jutottak, jövőre költöznek. Hogy Marci vagy a felesége hazájába, az kiderül a beszélgetésből, tarts velem. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha nem szeretnél lemaradni a következő részekről, iratkozz fel a csatornámra. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Sziasztok! Marcának hívnak. Az Egyesült Királyságban élek, immáron, nagyon ijesztő kimondani, 14. éve. Ez azért nagyon durva, mert az egyetemen a srácokkal eldöntöttük, hogy jöjjünk egy nyarat elcsapni itt, mielőtt mindenki elrepül a szélrózsa minden irányába, és 2009 végén jöttünk ki, ez egy dél-angliai vidéki kisváros, és akkor azt mondtuk, hogy hú, szép, nagyon jó, tényleg tetszik, itt voltunk, én voltam az utolsó, aki jöttem, csatlakoztam a srácokhoz, itt voltunk már a végén öten, és én maradtam itt 14 évig, de majd elmesélem, hogy lett ebből 14 év, és nem egy nyár. Várjál, de haza se jöttél? Csatlakoztál, és úgy megtetszett, hogy maradtál? Hát itt van egy illető, aki beleköpött a levesbe, a feleségem, aki lengyel származású. Hát én a végén csatlakoztam hozzájuk, tehát nekem még volt államvizsga a Veszprémi Egyetemen, és a srácok már kijöttek korábban, tehát nyár elején, és akkor mondták, hogy gyere velünk, mert akkor legyen még egy jó nyarunk, töltsük együtt, és akkor az volt a lényeg, hogy itt ez egy ilyen hatalmas szórakoztató központ volt, ahol adnak szállást, szolgáltattak mindent, tehát nem kellett ezzel bajlódni. Jó, nagyon jó, faszán néz ki, tényleg vidék, tengerpart, hát mi kell még, jó, akkor csapjunk bele, és akkor így én ötödikként így csatlakoztam a társasághoz, és tényleg ez egy ilyen egyetemi államvizsga után ilyen levezetés volt, senkinek nem volt terve, hogy maradjon, senki nem akart itt karriert építeni, csak egy ilyen levezetés. Már akkor megismerted a feleséged ez alatt, a buli alatt? Ez nagyon érdekes, mert nekem már megvolt, tehát én már megvettem a visszajegyemet. Tehát szétnéztem egy év, nagyon szép, tényleg jó, kicsit szedjem össze magam anyagilag, tehát már 2010-ről beszélünk, és mondtam, hogy maximum még egy szezont lenyomok, mert az angolomnak jót tesz, az angolnak akkor nagyon oda kellett tegyem magam, mert nem beszéltem jól. És mondtam, hogy legyen még egy szezon, de nem volt tervem, hogy én itt maradjak. És akkor jött egy lengyel leányzó, beszélgettünk, találkoztunk, hát majdnem ilyen, mint a romantikus regényekben, ilyen a szerelem első látásra, de hát az ő angolja sokkal jobb volt, mint az enyém, úgyhogy ez is egy ilyen motivációs tényező volt, hogy jé, akkor tőle is tanulhatok valamit. És akkor ő úgy volt, hogy hát ő sem szeretne maradni, ő is azt mondta, hogy egy szezonra jön, és akkor az volt a lényeg, ez már tényleg ilyen romantikus regényben élő, hogy szándékosan, mert ő is egyetemen volt, szándékosan elcseszte a vizsgáját, hogy megbukjon, és akkor hogy abban maradjon az egyetem, és akkor jött vissza. Írta az üzenetet, hogy akkor én most merre vagyok, hogy én hazajöttem-e már Magyarországra, vagy most én maradok még, és azt mondtam, hogy hát jelenleg még itt vagyok, de nem tervezek sokat, és mondta, hogy hát igazából az a helyzet, hogy ő felfüggeszti az egész egyetemi tanulmányait, mert akkor ő szeretne visszajönni. Aposanyussal rendeződött azóta a viszony, hogy lányukra ilyen hatással voltál. Hát látod, ezt a részét ezt nem feszegettük, lehet, hogy jobb is így, hogy nem piszkáltuk ezt a témát. Na mindegy, visszajött, és akkor lényegében maradtunk, aztán láttuk, hogy ez a kapcsolat ez több, mint egy ilyen futó nyári kaland, hogy lemegyünk a tengerpartra, Sex on the Beach, és ezek a dolgok, tehát annál azért ez több. És eltelt 3 év, és akkor lett belőle egy bazi nagy lengyel lagzi. És na, de várjál, azóta... én ott összekuszálódtak számomra a szállag, hogy kimentetek bulizni a diploma
után, de te meg már most arról beszélsz, hogy egy szezon, meg két szezon, szóval Jó, hogy volt hát ez? a bulizás az azt jelentette, hogy azért minden, tehát ez a szórakoztató központ, ez egy hatalmas komplexum, Dolgozni. és ide dolgozni jöttünk. Ez a Bristoli öbből, tehát Bristoltól nincs ez messze, és mindenki jött azért közbe, tehát itt dolgoztunk, tehát nem csak partiztunk meg Hawaii Digi meg, hanem rendesen oda tettük magunkat, és akkor látni, hogy azért elég könnyen jön a pénz, szállásért nem kellett fizetni szinte valami minimálisat, és ennek az egész komplexumnak az a lényeg, hogy nagyon sok külföldi jött. Tehát tényleg olyan volt, mintha egy másik egyetemen lennél, egy ilyen valamilyen más megvilágításba kerültek a dolgok, máshogy, de mintha ugyanúgy ott lennél, mert rengeteg volt a fiatal, rengeteg volt akkor még közép-kelet-európaiak, ugyanúgy jöttek, filipinok, ázsiaiak, mindenféle. Tehát tényleg olyan volt az egész, hogy nem órákra jársz, hanem lenyomod a melódat valamelyik komplexumba, és utána meg este mindenki partizott, és hatalmas hangulat. Ezért maradtunk kint még egy szezont. Na de úgy indult a dolog, hogy se a feleséged nem akar ott maradni tovább, se te, ez képest ott vagytok 14 éve közösen, tehát ott valami történt. Így van. Hát ez a szerelem, első látásra, meg az, hogy megszerettük a helyet közben, tehát azért ez nem London, meg nem Manchester, hanem ez egy 18 ezres kisváros itt az egyik legszebb nemzeti parknak a fenekében, vagy a hátában is, gyönyörű hely, tehát tengerpart, erdők, mezők, a környezet az tényleg ilyen Andersen mesébe illő, gyönyörű kisfalvak, farmok mindenütt, tehát abszolút élhető hely. És akkor így teltek a hetek, hónapok, és még az első évben sem volt az, hogy mi sokáig itt maradnánk, hanem akkor mindenki menne hazát, én menni akartam vissza, én mondtam, hogy hát én vagyok annyira patrióta, meg nemzeti érzelmű, hogy nem szeretnék külföldön letelepedni, egy céllal jöttem ki, hogy kicsit a nyelvet, az angol nyelvből fejlődjek, némi kis anyagi vonzata is volt annak, hogy valamit össze tudjak szedni. Ő ugyanígy volt, aztán végül is valahogy úgy tűnt, hogy addigra annyira komolyodott ez az egész kapcsolat, hogy akkor eldöntöttük, hogy jó, legyen, maradjunk. De hát az első 3 évünk is ilyen volt, ilyen tehát a színusz görbe, hogy akkor legyen Lengyelország, akkor menjünk Magyarországra. Mi lenne, ha mennénk egy ilyen köztes helyre, talán Ausztria, talán Németország. Egyikünk se beszél a németet, bazeg, akkor maradjunk Angliába. Tehát ilyen nagyon-nagyon ilyen hullámvölgyek voltak, senki nem akart nagyon itt maradni, mindaddig, amíg lett ebből házasság, aztán gyerek, és akkor azt az ember nagyon hamar gyökeret ver. A karrieretek hogyan alakult? Maradtatok a vendéglátásban, vagy azért a szakmátokhoz úgy visszatértetek idővel? Te vegyész vagy, vagy mi lett? Nem. Én ugyanúgy közgazdász, és azon belül is turizmus fakultáción végeztem a Veszprémi Egyetemen, illetve hát, hogy szereztem diplomát. Bizonyos értelemben addig, amíg ebben a komplexumban dolgoztam, akkor abban a 3-4 évben azt még mondhatom, hogy az még úgy kötődött a diplomámhoz, de nem, tehát nem szerveztünk utazásokat, meg nem utazási iroda, de mégiscsak turisztika, vendéglátáshoz kapcsolódik, hatalmas vendégkörre dolgozik, ugyanis ez a komplexum. Feleségem is itt helyezkedett el, de ő elég hamar dobbantott. Igazából én kezdtem kilépni belőle, mert miután eldöntöttünk, hogy maradunk, akkor jött egy lehetőség, hogy egészségügy. És mondtam, hogy jó, hát akkor kipróbálom. Onnan indult az, hogy akkor mind a ketten kijöttünk ebből a turisztikai komplexumból, és ő pedig elindult fogászat irányába. És az Angliában ez az egyik, ami pozitív, hogy elég gyorsan és elég hamar lehet váltani. De tanulta? Tehát elkezdte megtanulni a szakmát? Úgy kezdtem, mind a ketten úgy váltottunk, hogy volt a kezünkben egy-egy diploma, tehát már neki is volt egy, ő már másodikat nem tette le Lengyelországban, és akkor volt egy diploma, és mondtak, hogy jó, az teljesen rendben van, és akkor elindult a fogászat területén. Én meg az egészségügyben kezdtem bontogatni szárnyaimat, de nem rögtön az, hogy kórház, meg ilyenek, mert az angolom akkor még nem volt annyira jó, úgyhogy én igazából ilyen rehabilitációs, szociális, gondozó magyar megfelelője talán ez.
És akkor azon belül én is elkezdtem szépen végezni a kurzusokat, tanfolyamokat, amit hol segített a munkáltató, vagy fizetett valamennyit, hol nekem kellett elkezdenem a maga útját, és akkor azon belül evickéltem mindig erre-arra, és akkor már majdnem úgy volt, hogy lehettem volna nővér, hát ezt magyarul így mondjuk, hogy nővér, tehát ez a regisztrált nurse, de addigra már jöttek a lurkók, és akkor apának kellett kicsit mindent megváltoztatni, hogy anya meg ugye itthon legyen gyesen. Aha, na és mi változott a gyerekek jövetelével, hogy alakult át az életetek? Hát elég keményen. Hát komoly varga betűk voltak benne, meg elég komoly kanyarok. Hát mert ahogy jött a gyerek, akkor egy azt mond, azon voltunk, hogy na jó, akkor most már tényleg húzzunk, tehát azért nem kéne ennyi ideig itt maradni. Addigra viszont már összejött az is, hogy összeszedtük magunkat annyira anyagilag, hogy akkor viszont kellene lakást venni. Mert hogyha majd jön az első gyerek, akkor csak legyen valami alap, ne albérletbe legyünk. És akkor nekem kellett váltani. Én meg már akkor szerettem volna menni a Bristoli Egyetemre, hogy ott bontsam ki még inkább azt, hogy az egészségügyben tudjak dolgozni, és akkor esetleg egy 5 éves képzésben nővér. Tehát nem orvosi pálya, de nővér. De nem történt meg, mert apának kellett húzni az igát, hogy dőljön valami, meg fizetni a kiadásokat, úgyhogy az elbukott az a lehetőség. És akkor maradtam ugyanúgy az egészségügyben, meg mindig úgy volt, hogy volt valami második kiegészítő munka. A mai napig a komplexummal kapcsolatomban visszajárok szezonálisan dolgozni, ott nagyon beállt egy olyan kapcsolat, amire mindig lehet számítani. Aztán itt a második gyermek, mind a kettő természetesen tervezett volt, tehát én nagyon-nagyon jól csináltuk, hogy mekkora, tehát évben mekkora különbség, mennyi különbség legyen közöttük. Mennyi van? Négy év, 3,5. Ez működik? Ez bejött? Így működik. Működik azért is, mert tehát a szülőnek is van annyi ideje egy picit, hogy összeszedje magát, hogy készüljön, hogy jó, akkor még jó, még egy év, még egy év, és akkor jön a második. Meg ott közte lehetett rendezni azt is, hogy valami egzisztencia, valamit ki tudjunk kaparni, hogyha jön a második, akkor a következő gyes, meg az otthon létse vágjon minket teljesen padlóra. Úgyhogy szerintem ezt jól hoztuk ki. Az már egészen egy másik kérdés, hogy azóta a feleségem, miután a második gyerek után már is visszament dolgozni, azóta ő már pedagógus. Tehát ő egy általános iskolának a felső tagozatában, hát most ezt nem megyek ebbe bele, mert az angol oktatás, meg az iskola rendszer egy kicsit más, de mondjuk úgy kell érteni, hogy a felső tagozatos általános iskolában tanít. Tehát nem rögtön akik az oviból jönnek, hanem ez a 10-től 14 éves korosztály. Ez szakmája volt eredetileg? Nem, ez nagyon durva, ezt úgy csinálta meg, hogy ugye volt már egy diplomája, tehát mondták, hogy nem kell végigcsinálni az egész tanári pályát, meg a pedagógus, hanem volt egy ilyen lehetőség, hogy egy másfél év, és gyakorlatilag ez egy ilyen kiegészítő, mert akkora itt is a tanárhiány, hogy már ilyeneket is kitalálnak, csak hogy jelentkezzenek az emberek, és mondták, hogy teljesen rendben van. Az academic mind, tehát ez volt a lényeg, hogy nem tök hülye az illető, aki jelentkezik, hanem már van egy diplomája, tehát mégiscsak terhelhető, és akkor leültünk, hogy na, ezt hogy fogjuk megoldani. Hogy akkor neki itt a lehetőség, akkor ezt elkezdi, és akkor úgy mentünk bele, hogy akkor én váltottam éjszakára, mellette csináltam egy asztalos melót, nappalit, hétvégén éjszaka, és akkor két melóval tudtuk tartani azt, hogy azért legyen akkora bevétel, hogy ezt tudjuk tartani, mert neki másfél évig nem volt bevétel egyáltalán. Tehát munka ugrott, és akkor tanulás. És akkor ment a Báfi Egyetemre, másfél évig, és akkor azóta tehát megcsinálta a diploma, rögtön megvan, és elég hamar fölvették tanítónak. Hogy jól fizet a tanári állás? Hát, mihez képest? Tehát vidéken élünk, Azért fogyaszt. jól fizet, de hát itt is úgy vannak, hogy hány évet még el kell tölteni a pályán, és akkor azt szerint emelik a fizetés, de mondjuk a magyar viszonylatokhoz képest jól fizet. De óriási a tanárhiány, pedagógus hiány, szinte minden szinten, általános iskolától kezdve középiskoláig.
óriási De ezek a mi hullámok. azok a fizetés, tehát hogy ottani viszonylatban mégse olyan jó, vagy pedig valami egyéb oka van annak, hogy elmennek a pályáról, vagy nem mennek? Nem mondanám, hogy a fizetés, mert tehát tényleg ő is nulla tapasztalattal, tehát megkapta a diplomáját, elmondta az interjún, hogy tehát nincs neki tapasztalata, és azért elég jó fizut hozzávágnak. Kemény téma egyébként, belemeltünk ebbe, de a gyerek a legnagyobb probléma. Nem népszerű a pedagógus pálya, mint hogy odahaza sem népszerű. Mondjuk odahaza még mondjuk anyagi vonzata is van, vagy nem fizetik meg. Egyszerűen olyan problémás a mostani generáció, ez a fiatalabb generáció, hogy nem, tehát senki nem akarja ebbe a vágni a fejszéjét. És annyira meg azért nem fizetik meg, tehát itt azért egy középiskolás tanár, akinek mondjuk már 4-5 év tapasztalata van, az három, most mondok valamit, még lehet 4000 fontokat is hazahordanak. Egyetemen még komolyabb. Most akik itt vannak, ilyen alsó tagozat, felső tagozat, ott kőkemény. Kezelhetetlenek a gyerekek, gondolom, és nincs eszköz, amivel megregulázzák őket. Hát nézd, Dóri, ez már gyakorlatilag a nyugat-európai, meg ez az egész liberális rendszer, amiben nő fel ez a generáció, hogy gyakorlatilag tisztában vannak a jogaikkal, de valahogy a kötelességeikkel egyáltalán nem. Kezelhetetlenek, és a pedagógus meg legyen úgy, szeretem használni ezt a kifejezést, hogy legyen úgy nevelő, hogy nulla eszköze van. Tehát semmit nem lehet gyakorlatilag használni. Tehát arra gondolok, hogy mondjuk nálunk, a mi generációnkban, mondjuk nekünk milyen volt az általános iskolai, milyen tanáraink voltak, és ott milyen volt a magatartás, meg milyen volt a tanár-diák viszony, azt el lehet felejteni. Tehát szerintem itt ez lehet mögötte, hogy a normák megváltoztak, az értékrendek megváltoztak. Ez az egész nyugati gondolkodás, ez Angliában ugyanúgy igaz, mint a másik nyugat-európai országokban, ez a fajta szemlélet. Vannak benne jó, vannak jó tulajdonságai is, de ezt én csak az általános iskoláig látom, látom. Onnantól kezdve, ahogy mész feljebb az oktatásban, azt látod, hogy így elmosódik az egész. És milyen tapasztalatai vannak a feleségednek, ha már így belementünk ebbe, küzd ezzel a problémával, vagy egyszerűen olyan érzéke van a gyerekekhez, hogy tud velük boldogulni? Ez azért érdekes, mert tehát ő is ugye tehát nem angol, tehát a lengyel oktatás, meg azok a normák, az az értékrend, ami náluk is volt az ő generációjában ugyanannyi idős, mint én. Tehát abban a millióban, meg abban a rendszerben, ahogy ő is szocializálódott, és ahogy az iskolában töltötte az éveket, az nem olyan, mint ami itt. És ő azért próbálja azt a fajta, tehát a jó poroszos szigor, ugye lengyel oktatásra igaz, vagy ugyanúgy, ahogy a magyar oktatásra is, és ez eléggé szembe ötlött neki, hogy ez így nem fog működni. Tehát ő nem beszélt úgy a gyerekekhez, mert itt vagyunk Angliában, tehát itt mindent ahhoz kell igazítani, amilyen itt az itteni kultúra, az itteni normák, az itteni szokásrendszer. Hát volt neki kemény 3-4-5-6 hónapja, hogy így sírva jött haza, hogy de hát hogy legyek én tanár, hogy legyek én nevelő, hogyha ezekre rá se lehet szólni, nem lehet felemelni a hangot, semmilyen eszközöd nincsen. De hát ez nem kell itt lenni Angliában, mert az édesanyám 44 éven keresztül volt általános iskolai tanár, úgyhogy mindent tudok az otthoni alsófokú oktatásról. Ő akkor pláne átélte ezt, hogy milyen volt a gyerekanyag, tehát neki aztán végképp van Így van, így van. összehasonlítása onnan a Így van. katedráló, Így van. hogy De, hogy szóval kemény, kemény, és valószínű, ahogy ő is elmondja az ő meglátása szerint, vagy ahogy ő ítéli meg, ezért hiányoznak ennyien. Tehát, és ez nem csak a vidék, mindenhonnan. Óriási a pedagógus hiány, és az a kormány, meg az oktatási minisztérium kitalál mindent, tudják csalogatni az embereket. És nem baj, hogy lengyel, vagy litván, vagy indiai, filippino, legyen egy angol tudásod, legyen valamilyen papírod, hogy nem vagy síkhülye, és jöhetsz. én úgy tudom, hogy ez már az óvodába is elkezdődik, tehát az óvónénikben is hiány van, tehát hogy ott is nagy probléma És ez. szerintem az óvodában még nagyobb a baj, erre kitérek, mert ugye
mind a két gyerek volt nálunk óvis, és az óvoda, illetve bölcsőde az egész más rendszerben működik, mint otthon, mert ugye odahaza az óvoda, tehát ugye 3 év eleve adjás, mennek a gyerekek óviba, ingyenes. Max fizetsz a kajáért vagy valamit. Itt mindené fizetni kell. És ellenben odahaza itt nincsenek képzett, hát hogy mondjam, óvónők, dadusok. Tehát ide tényleg jön, aki valamit bemutat, hogy tud, mit tudom én, valamit fel tud mutatni, hogy azért van, valamit konyít a gyerekekhez, és már jöhet is. És borzasztó azt látni, hogy a gyereknek folyik taknya nyála, ömlik belőle a vér valamelyik, mit tudom én, sarokba a játszótéren, és ezek nyomkodják a telefonjukat, nagyon közük nincs az egészhez, nem is akarja ezt a szándékosan mondom, hogy melót, ezt a hivatást űzni, ott vannak teljen el az idő, gyerekekre meg valami minimálisat vigyázunk. Tisztelet a kivételnek, hogy vannak persze idősebb generáció, akik körjátékoznak, kiszámolóznak, éneklik a mindenféle dalokat, de közel nem olyan, mint ami otthon. És ezt azért mondom, mert az anyós meg pont, hogy óvodai berkekben dolgozik, és mentünk sokat Lengyelországba, és hordtuk a gyerekeket. Ott is óviba, ott voltunk, mit tudom én, 2-3 hétig, és azért óriási a kontraszt még a mai napig, hogy milyen egy lengyel óvi, milyen egy angol óvi. Akár a játékok, akár amivel elfoglalják őket, a programok, a foglalkozások, hogy az óvónéni leül, és Lengyelországban elzongorázik, így csuklóból 5 olyan dalt, és a gyerekek ülnek fegyelmezettel, katonai sorba, tényleg poroszosan, és éneklik a dolgokat, és utána kézmosás, és utána mennek, mit tudom én, uzsonnázni. Tehát ez majdnem olyan, mint a mi időnkben. Itt meg ilyen, nem tudom, az értékrend, a szokásrendszer más, és látszik, hogy olyan teljen el az idő, a gyerek ne törje össze magát, kicsi Johnny élje túl azt a 4-5 órát, meg az óvónén is élje túl azt a 4-5-6 órát, aztán mindenki menjen haza Isten hírével. Szóval nincs ez a szenvedélyszerű, hogy az óvónén imádja a gyereket. Mert ott is mindenre engedély kell, hogy mit tudom én, kicsit Jamesről lehet-e készíteni képet, 60-féle brosúrát alá kell írni, meg szóval ez is ilyen, hogy nem szerepelhet a közösségi médiában, nehogy fényképek készüljenek, mert jaj, nehogy fölvegyem a kislányomat, hogy mit tudom én, ő a kis angyal a karácsonyi előadáson, mert jaj, azt sem lehet. Szóval ezek az embereket ezért ez így odaüt, hogy akkor már itt lehet, meg mekkora itt a szabadság. Na mindegy, ez csak egy kitérő az oviról, hogy azon kívül, hogy itt mindenért fizetni kell, ráadásul szerintem meg se üti azt a szintet, ami otthon van. Lakásról beszéltél, hogy eldöntöttétek, hogy akkor vesztek egy sajátot, ez hogyan valósult meg? Volt egy, hogy is volt ez, 2016-ban indult, volt egy olyan, amit nem tudom most ez pontosan ezt magyarul, hogy mondják, de vagy a kormány csinált egy ilyet, hogy akik először vásárolnak lakást, friss házasok, akkor nekik volt egy ilyen segítség, vagy egy ilyen, hogy nem tudom, a dolgoknak a felét a kormány fizeti, és akkor csak mit tudom én, nem kell 15% önerő, hanem elég csak 5% önerő, és akkor annyit kellett bemutatni, hogy x éve itt élünk, friss házasok vagyunk, ráadásul jön a gyerek is, és akkor erre voltunk jogosultak, hogy ezt igénybe vegyük, tehát hogy minimális önerővel is lehetett lakáshitelt igénybe venni. És akkor mondtuk, hogy hú, hát az pont jó, akkor még nagyon jó volt itt az ingatlan piac, nagyon sokat lehetett válogatni, lehetett jól alkudozni. Erre a vidékre ez pont jellemző, hogy nagyon sok az idős ember, és nagyon hamar el akarják adni a lakásokat, hogy az idős gondozást tudják fizetni. Hogyha az illető nagymama, nagypapa care home-ban van, tehát ilyen gondozó otthonban, akkor ugye el akarják adni a lakásokat, hogy abból tudják fedezni a költségeket, és akkor mi is így kifogtunk egy ilyen lakást, tök jól le tudtunk belőle alkudni, és akkor hát megvettük, de hát ez hülyeség, hogy megvettük, hát gyakorlatilag a lépcsőnek a 2 foka az a miénk, a 99% a lakásének a banké, tehát ha majd 65 éves leszek, akkor hú, de jó lett egy 56 négyzetméteres lakásunk, ami kinéz ide az utcára, de hát jelenleg mondom, a 2 lépcső, amit most festettem le 2 hete, az a miénk papíron. Azt a kettőt? Csak azt a kettőt, meg mondjuk mit tudom én, az egyik bukóablak, amin az árat most cseréltem ki, ez a 3, ez a miénk, a többi meg mind a banké.
régóta éltek ott, és azért történtek ott mindenféle események, hát volt COVID, Brexit, tehát te látod azt, hogy milyen volt 14 évvel ezelőtt ott élni, és milyen most. Egyébként kicsit olyan, nem is tudom, hogy mondjam. Szóval van ebben sok negatív, amit így mesélsz az országról, hogy ez az utóbbi, vagy ezeknek köszönhető, vagy eleve is ilyen volt. Szóval azt akarom kérdezni, hogy így összehasonlítva, mi változott nagy általánosságban ott azon a... Nagyon jó, hogy megütötted ezt a kérdést, ez pont erről beszélgettem az legutóbb, mikor odahaza jártam a cimborákkal, pont erről beszéltünk, ugyanez a kérdést kaptam meg. Igen, hogyha mondjuk 8 évvel ezelőtt beszélünk, akkor egész máshogy beszéltem volna Angliáról. Nekik is azt mondtam, hogy ez már nem ugyanaz a kávéház, ami volt 2010-ben vagy 2011-ben. Természetesen változott egy csomó dolog. Apaként, két gyerekkel, lakáshitellel én is máshogy állok a dolgokhoz. Én is látom azt, hogy mi mennyibe kerül, meg milyen a megélhetés. A Brexit az mindenképpen egy érvágás volt, teljesen megosztotta az egész országot, az egész társadalmat, ugye nagyon sokan nem is értették, ez is nagyon durva, tehát hogy zuhanórepülésben vannak minden tekintetben, ennek társadalmi, gazdasági, kulturális megnyilvánulásai ugyanúgy megvannak. Egyre nehezebb a megélhetés, egyre nehezebben jönnek ki az emberek a fizetésükből, és egy csomó dolog meg csak így áll a levegőben. Tehát az, hogy nem találtak, mit tudom én, mi volt az egyik legnagyobb allőr. Nem találtak miniszterelnököt. Hát itt volt ez az indiai milliárdos, 2 évig próbált valamit, még inkább tönkre cseszte a gazdaságot. Volt a Liz Truss, vagy akárki, ő 2 hétig azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi, tehát nem volt miniszterelnök az országnak. Majd most jött a Sir Keir Starmer, a fiatalok szerint ő csődbe fogja vinni az országot, meg majd visszavezeti őket az EU-ba. Kőkemény változások vannak, az a lényeg, hogy 14 év alatt persze egy csomó dologra rálátok, és csak azt tudom mondani, hogy csúsznak lefelé, de minden tekintetben. Tehát ez ugyanígy érvényes az oktatásra, az egészségügyre, abban dolgozom, tehát abban én inkább belelátok, hogy ott mi történik. Legalább akkora káosz van, mint odahaza. Sőt, nagyon sok magyar megy haza egészségügyi ellátásért, mert jobban hozzáértők, vagy sokkal jobban tudják, hogy miről van szó, és inkább kifizeti azt a költséget, amit otthon ki kell, mert úgyis itt fizet betegbiztosítás, de inkább hazamegy, és 2 perc alatt megoldják a gondját. Erről tehát legalább 30 esetet tudok. Tehát szakmai problémák vannak ott az egészségügyben? Tehát jobbak az orvosok itthon, úgy látod, mint ott? Lehet, hogy tájegységtől függ, de nagyon sokan mentek úgy haza. Hát volt 2 olyan eset, 2 kollégám is, akik hazamentek, és az egyiket leukémiával kezelték, és az orvos, egy szegedi orvos azt mondta, hogy te hol volt, te drága barátom, hol voltál eddig? Hogy ezt nem vették észre? Tehát mondjuk vársz még 2 hónapot, és lehet, hogy már nem beszélnénk itt. Tehát, hogy is mondta a srác, hogy ő nem tudom hány szűrésre elment, és mondta a dokinak, hogy szarul van, vizsgálják ki, és úgy mondták, hogy hát kicsit stresszes vagy, szerintem kevesebbet kéne dolgozni, itt egy kis paracetamol, mert itt a paracetamol, itt Angliában ez egy ilyen afrodiziákum, csodaszer, szerintük mindenre jó. De volt a másik, ez egy idősebb hölgy, aki hazament, szintén valami olyan rákot diagnosztizáltak nála, amit itt nem. Szóval érdekes ez is, hogy az egészségügyben mi van. Rengeteg az üresedés, tehát betöltetlen pozíciók, de hát itt a félvilág itt dolgozik az egészségügyben, tehát bemész egy kórházba, és akkor van egy plakát, hogy hány nemzet képviselteti magát az alkalmazottak között, és akkor ott van mondjuk fél Ázsia, fél Dél-Amerika, iszonyatosan, tehát nagyon sok nemzet képviselteti magát. Én nem panaszkodhatom róla, mert ebbe is dolgozom, meg a két gyerekem úgy született, hogy egy fillért nem kellett nekünk kifizetni, hogy a feleségemre odafigyeljenek, vagy mit tudom én. Mi azért biztosan vizsgálják meg, hogy minden rendben van. Tehát én ezt a részét annyira nem látom, de az biztos, hogy amiben én dolgozom, ott látom, hogy óriási hiányosságok vannak. Nincs ember egyszerűen egy csomó dologra. A dokik nem jönnek már ki, inkább elintéz egy Zoom call-al valamit. Jó van, kap egy antibiotikumot, el van intézve. Nincs ember.
Tehát a technológia megvan, és a dokik itt marha jól keresnek, tehát az, aki mit tudja, hogy röntgen asszisztens bárki, tehát a pozíciókat, meg a különböző állásokat itt az egészségügyben jól megfizetik. Egyszerűen nincs ember. Abban, amit mesélsz, nem tűnik könnyűnek ott az élet, mert hát mondod, hogy gyakorlatilag két műszakban, vagy hát két állásban dolgozol ahhoz, hogy tudjátok tartani a szintet, és fizessétek a hitelt, és egy bizonyos életszínvonalon maradjatok, nem gondolkoztok azon, hogy elköltözni akár ide, akár Lengyelországba, hogy ez már így lejött a napi rendről, mert mondtad, hogy beágyazódtatok már azóta a gyerekek miatt, szóval hogy lesz ez? Ne, nem, ez megint nagyon jó. Pont az elmondottak miatt, meg amilyen változások itt történnek minden tekintetben, főleg a Brexit óta, mi úgy döntöttünk, hogy mindenképpen lépünk. És ez ennek pont nem az anyagi, ami a leginkább a meghatározója, hanem eldöntöttük, leültünk a feleségemmel, és egymásra néztünk, főleg úgy, hogy most ő már az oktatásban is belelát, hogy hát nem szeretnénk itt felnevelni a gyerekeinket. Ez eléggé súlyos, meg eléggé úgy megüt, hogy úristen, 14 év eltelt, de ezt úgy mondom, hogy csatlakozunk azokhoz, akik ugyanúgy 10-12 év után elindulnak hazafelé. Nagyon sok magyar megy haza, a lengyelek Brexit után ők voltak szerintem az elsők, akik tömegesen indulnak haza, és nem is jönnek vissza. És tartjuk a kapcsolatot nagyon sokukkal. Köszönhetően a Facebooknak vannak ilyen csoportok, külön erre, hogy azok a lengyelek, magyarok, akik hazaköltöztek, és nagyon, nagyon sokan azt írják, hogy már sokkal korábban meg kellett volna lépni. Úristen, mennyit voltunk kint, pedig semmivel nem külön, ugyanúgy meg lehet élni ott is, mint itt. És akkor lényegében nálunk ez mindig a levegőben volt, hogy menjünk. Csak ugye hova menjünk? Magyarország, Lengyelország. És akkor ez eldőlt különböző okok miatt, hogy Lengyelország legyen. Ott nagyobb a család, ott vannak ingatlan vonatkozások, tehát lehet, hogy össze tudunk hozni egy házat, vagy egy lakást, hogy nem kell semmilyen hitelt felvenni. A gyerekek jól beszélik a lengyelt, mondjuk a magyart is beszélik, csak itt jártak kint hétvégi lengyel iskolában, tehát a lengyelük azért mégiscsak jobb. És akkor eldöntöttük, hogy elég volt Anglia. Elvileg már úgy lett volna eredetileg, hogy 2020-ban dobbantunk. Csak akkor jött ez a Covid nevű univerzális balhé, akkor behúzta mindenki a nadrágszíjat, akkor semmire nem lehetett menni, és akkor nem tudtuk eladni a lakást. De úgy néz ki, hogy 2025-re teljesen végszerelés, összepakoljuk, aztán lépünk. Te hogy érzel ezzel kapcsolatban, mennyire jön be neked Lengyelország, és a Lengyelország akkor az hol? Varsó, vagy valamelyik egyéb város? Úgy mondom, hogy mennyire jön be Lengyelország, hát ugye 10 év házasság alatt elég sokat megfordultam, nagyon, nagyon szerethető emberek, nagyon nyitottak, ugye él a lengyel-magyar barátság, ha bár az utóbbi évtizedben annyira nem mondanám, hogy ez így lobog a szeretet a két nemzet között, de létezik, és él. Idekint, akik voltak barátaim, azok 90%-ban lengyelek, tehát ez is sokat jelent. Úgyhogy tényleg két olyan nemzet, akik jó barátok, közel állunk egymáshoz. Ugyan a hasonló kultúra, hasonló társadalmi berendezkedés, hasonló gondolkodás. Hát én ezt látom 10 év alatt, hogy én egy angollal nem tudnék 3 hétig sem együtt élni. Egy lengyellel el vagyok 10 évig, és nagyon sok a közös vonás, a közös kulturális hagyományok, tehát tényleg megtaláljuk a közös nevezőt. Nyelvben nyilván nem, nagyon nehéz a nyelv. Mai napig egymással angolul beszélünk, tehát beszélem, köhögöm annyira a lengyelt, hogy az apóssal mielőtt berúgunk, bevodkázunk, azért tudok vele beszélni normálisan, vodka után meg ugye még könnyebb. Anyósad is elbeszélek, de nem, tehát nem mennék át egy lengyel interjún lengyel nyelven. Hát értem, de majd, ha ott laksz, azért csak fog jobban ragadni hát a nyelvet. Hát akkor ragad rám, de hát most már 70 millió applikáció, meg minden őrület van, amin lehet lengyelül tanulni, úgyhogy meglátjuk, de kérdezted, hogy helyileg Gdansk. Ő arról a területről származik, ez a Gdansk három városnak is hívják, úgyhogy azt célozzuk meg. Ott meg rengeteg olyan
főleg az IT területén, vagy customer service, meg ilyen területeken nem is kérik a lengyel nyelvet, csak legyen egy jó angol, és sokszor a magyar jobban kell, mint maga az angol. Úgyhogy ebbe az irányba tudok elindulni. Kemény lesz, tehát nem mondom, hogy könnyű lesz, meg így 14 év az 14 év. Tehát ez itt bizonyos értelemben ezért gyökereket kell kitépni, de át kell menni, mert én nem látok itt, nem hogy még 10 évet, nagyon kettőt sem. Akkor, hogyha neked valamelyik haverod felveti, vagy ismerősöd, hogy figyelj, mennék Angliába, mit javasolsz, mit tanácsolsz, akkor van, azt neki lebeszéled, vagy azért... Nem beszélném le, azt mondom, hogy jöjjön ki, de hát eleve ide most a Brexit miatt, hogy nem EU tagok, eleve sokkal nehezebb kijutni is. Nem beszélném le, mert annak ellenére, hogy elég negatívan festem a dolgokat, azért nagyon sok szép dolog van. Az ország szép, gyönyörű tájak, ahol mi lakunk, az is egy gyönyörű hely. Tehát a kultúra, azok a hagyományok, amitől Anglia, a királyi család, meg ezek a dolgok, a farm és a vidék, a farmok, az tényleg mesebeli, tehát ilyen Andersen mesék. Azt érdemes megnézni, megtapasztalni dolgokat, hogy mit tudom én, elmész a Windsori kastélyt megnézni, magát Londont, hogy azt a aznek hát ez a világ pénzügyi központja volt, most már ugyan annyira nem az. Tehát vannak itt olyan dolgok, amitől Anglia, történelem meg hagyomány az minden kilométeren érezhető, de az, hogy itt legyen valaki 10 évet, arról lebeszélném. Jöjjön ki tanulni, jöjjön ki egy egyetemre, lehetőségek tárháza megvan. Abból a szempontból azt mondom, hogy mindenképpen érdemes kijönni, de az, hogy letelepedés szintjén itt maradni, arról erősen meggyőzném ki, tudom én, néhány sör elfogyasztása mellett. A sör az kell. Hát a sör, az micsoda, komlószörv, hát annélkül semmit. De mondjuk ez is vicces volt, mert az elég hamar rájöttünk, hogy az angolok miért olyan nagy utazók, meg miért voltak nagy felfedezők, ezt még a ki is mondta a Fábri Sanyi, hogy hát a nők rondák, a kaja szar, az idő szar, hát akkor mindenki úgy gondolta, hogy el kell indulni hajózni. Hát azért lettek ilyen nagy hajós a nagy hatalom, mert ez volt az három tényező, ami mondjuk a mély maradjak itt. Hát mind a három nem szar. És ez így lekerekítve, meg így lesarkítva, de egyébként igaz, tehát aki barátnőt akar keresni, az ne Angliába kezdje, mert nagyon, az arányszám az nem a legjobb. Hogy állsz kis hazánkkal? Jársz-e haza? Természetesen. Van-e honvágy? Van. Egyre sűrűbben, egyre komolyabb honvágy. Még a Covid előtt is azt mondom, hogy évente legalább kétszer, de inkább háromszor megpróbáltunk hazajutni. Én a magyar nyelvet azt folyamatosan erőltetem a gyerekekkel, tehát én csak magyarul beszélek velük. Ennek az eredménye, hogy elég jól meg is tanulták a nyelvet. Mindig mentünk haza nagymamizni, és ha hazamentünk, akkor én rögtön az, hogy az identitás. Tehát akkor nem az, hogy otthon ülünk, és folytatjuk azt, amit itt csinálunk, hanem akkor mentünk és javeltünk, vagy Budapest, vagy a vidék, és megmutatni nekik, hogy na, apa innen származik, ez apának a hazája, félig nektek is, és amit lehet, ha két hét, ha egy hónap, akkor ledaráltunk, amit csak lehetett. Tehát tényleg múzeumtól múzeumig, Balaton, minden, ami egy kicsit, amivel identitást tudnak szippantani. És az az érdekes, most megmondom őszintén, a Janka lányom már 10 éves, Leon 6, és azt mondják mindketten, hogy nem akarnak visszajönni. Tehát amikor még picik voltak, akkor így jó, hazajöttünk, úgy nem nagyon érezték azt, hogy most repkedtünk valamennyit, jó, most itt vagyunk, most amott. De most már mind a ketten iskolások, nem nagyon vannak angol barátaik, ezt is majd kifejtem, ha érdekel, hogy miért, de nem nagyon vannak angol barátaik. Ebben a hétvégi iskolában találták meg ők is inkább a lengyel, komolyabb lengyel barátokat, és ha hazamentünk, akkor ilyen 2 hét alatt több barátot szereztek, vagy Lengyelországban, vagy Magyarországon, mint itt egész évben. Miért nincsenek ottani barátaik? Hát ennek marha egyszerű az oka, mert mi a feleségemmel a saját értékrendjeink, tehát ez a kelet-európai, közép-kelet-európai normák szerint neveljük a gyerekeket.
Nálunk a karácsony is úgy karácsony, a húsvét is úgy húsvét, megtartjuk azokat az ünnepeket, meg abban a szellemben neveljük őket, amit otthonról hoztunk, illetve amit ő is, a feleségem is otthonról hozott. És a gyerekek ebben a szellemben nevelkedtek. Na most az angolok meg nem ebben nevelkednek, és valahogy nem találják a közös nevezőt. Tehát most egy gyors kitérő, mit tudom én, van egy afrikai leányzó, gaboni vagy gambiai, de vele jobban megtalálja a hangot a Janka, mert az a lány például keresztény vallású, de az afrikaiak tényleg keresztények, tehát nem úgy, mint nagyon sok ilyen divat katolikus, meg keresztény, hogy húsvét, karácsony, aztán a többi meg hello, bello, hanem tényleg, és vele nagyon jól megtalálja a hangot, lehet, hogy pont ez a vallási dolog volt a közös kapocs. De angolokkal nagyon nem. És a legutóbbi egy-két évben a Janka sokszor sírva jön azzal, hogy nem találja velük a hangot, nem is lehet velük barátkozni, nem olyanok. Apa, inkább menjünk vagy Magyarországra, vagy Lengyelországba. Egy. És amikor mind a két gyerek ilyen, akkor az a szülő elgondolkodik, hogy hát akkor minek maradjak, ha már a gyerek sem érzi, hogy itt akar lenni. Egy. Szóval, mert hát ez nagyon nehéz volt nekik ezt feldolgozni, hogy ugye anya lengyel, apa magyar, beszéljük mind a két nyelvet. Sokszor megkaptam, hogy apa, hagyjam ez a hülye magyarra, hát mire használom, mondom neki, álljunk meg. Ez nagyon fontos, és akkor ezt meg kellett velük beszélni. És akkor annyit beszéltünk erről, hogy ők is azt érzik, hogy ők inkább lengyelek és magyarok, mint hogy angolok. Ez óriási. Úgyhogy ez volt még talán az utolsó, ami még nagyobb, tehát talán a legnagyobbat nyomott alatba, hogy a gyerekekkel is ezt megbeszéltük. Tehát az, hogy ketten éreztük, hogy ugye megvan két, nem hívom karriernek, két olyan állás, vagy két olyan munkahely, amire lehetne építeni, de nem maradunk. Tehát ezt eldöntöttük, és remélhetőleg egy éven belül meg tudjuk oldani a dolgokat, és akkor pakolunk.